Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Ránk hangolódtak? Akkor nekikezdünk! Az Echo TV budapesti stúdiójából jelentkezik a higgadt, mérsékelt és megfontolt házigazda, Bájer Zsolt. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket a képernyők előtt. És természetesen önöket is itt a stúdióban köszönöm szépen, hogy megtisztelnek jelenlétükkel. Sok dolgunk van, úgyhogy vágjunk is bele. Mivel szilveszter van, illene, hogy valami nagyon viccessel kezdjem, és még viccesebbel folytassam. Nem tudom megígérni önöknek egyiket se. Legalábbis az, hogy nem lesz vicces az eleje, az biztos. Ugyanis egy híres magyar humoristával fogom elkezdeni a mai adást, egy bizonyos Nagy Bandó Andrással. Gondolom a nevét már hallották. Nagy Bandó András egy régi, derék, fogalmazunk finoman, baloldali ember, az volt mindig is. Már akkor is kommunista volt, amikor szítta a Kádár rendszert a kabaré tréfáival, és semmit sem változtatott ezen a meggyőződésén. Most ez a Nagy Bandó András a minap bement az ATV-be, ahol maga Rónai Egon csinált vele egy interjút, és képzeljék el, hogy mi történhetett ott, hogyha még az ATV is levette az elkészült beszélgetést a honlapjáról, és letiltotta mindenhonnan, és maga Rónai Egon és az ATV is elhatárolódott Nagy Bandó Andrástól. Mit is mondott Nagy Bandó András? Egyebek mellett a következőt, hogy Kecskeméten járt a minap, és ott helyiekkel beszélgetve azt hallotta, hogy Orbán Viktor rendszeresen félholtra veri a feleségét, akit ezután a kecskeméti kórházba visznek le, és ott szokták ápolni és rendbe tenni. És amikor Rónai Egon úgy visszakérdezett kicsit rémült arccal, hogy na de hát Bandó, hát azért ez mégiscsak túlzásnak tűnik, akkor erre azt válaszolta, hogy miért nem ismeri azt a szép magyar mondást, hogy nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél. Magyarul, ha egyszer azt mondják, és ő azt hallotta, akkor Orbán Viktor rendszeresen félholtra veli a feleségét, akit Kecskeméten ápolnak ezután. Na, ez az ember. És csak emlékezzenek vissza, ugye 2002-ben, amikor először volt egy leírhatatlanul ocsmány és mocskos választási kampány, ugye emlékeznek, akkor ez már előkerült. Akkor már a szocik bevetették ezt az ocsmányságot, hogy elkezdték azt terjeszteni, hogy Orbán megverte a feleségét, akkor még nem merték azt mondani, hogy rendszeresen, hanem hogy egy alkalommal megverte. Amikor is például Lévai Janikó kénytelen volt bemenni a magyar televízióba, hogy csináljanak vele egy interjút, hogy mindenki lássa, hogy nincs összeverve a feje. Na most eltelt mennyi? 15 év. Most indul egy minden valószínűség szerint soha nem látott ocsmány választási kampány, és szemmel látható, füllel hallható, hogy ezek a becstelen szemét gazemberek, mert ez az ember egy becstelen szemét gazember. Ne tévedjünk. Szóval ezek semmitől sem fognak visszariadni, és most éppen ott tartanak, hogy Orbán már rendszeresen veri a feleségét. És tudják, nekem különösképpen nehéz tűrtőztetni magam ennek az alaknak a szereplését hallván és látván, ugyanis én 1988 óta ismerem a szóban forgó házaspárt. És tudom, hogy mi az igazság. És amikor ilyet hallok egy ilyen rohadéktól, hát akkor higgyék el nekem, hogy nagyon nehéz, hogy úriember maradjak. De remélem most sikerült. És szigorúan a tényekre szorítkoztam, mikor azt mondtam, hogy ez egy becstelen szemét gazember, minden szavamat fenntartom a továbbiakban is. És akkor lépjünk is tovább. Ugyanis nem tudom, hogy ez már a kampány része, vagy csak a sima hülyeséggel állunk szemben. Az történt, hogy új rektort neveztek ki a Pécsi Egyetem élére. A következőt mondta, hogy
soha ne adj ki olyan parancsot, amelyet nem tudsz végrehajtani. És ez a mondás egy Erwin Rommel nevű II. Világháborús német tábornok mondása volt. Tehát még egyszer, soha ne adj ki olyan parancsot, amelyet nem tudsz végrehajtani. És neki esett az egész ballib sajtó, meg az összes megmondó ember, hogy egy náci tábornoktól vett idézetet használt a beszédébe, akkor egy pillanatra járjuk körül ezt a Erwin Rommelt, hogyha megengedik. Már csak azért is, mert az egyik kedvenc tábornokomról van szó. Erwin Rommel a híres, hírhet Afrika korpszot vezette a II. Világháborúban, azt a német egységet, amelyik Észak-Afrikában, a Szaharában harcolt, leginkább az angolokkal, akiket ugye Montgomery vezetett. Meg is kapta Rommel tábornok a sivatagi róka becenevet, a katonái is így becézgették, és az ellenfelei is. És Rommel a becsületes, tiszta és bátor katona prototípusa. Hogy rossz oldalon harcolt? Igen. De egyébként német tábornokként mi a fenét tehetett volna egyebet? Becsületes volt, bátor volt és nagyszerű katona. És hát az ellenfelei is mindig elismerték. Tudják, mit mondott róla Churchill? Azt mondta, hogy a háború viharában egy nagyszerű, nemes ellenfél emelkedett ki a háború viharából, Rommel tábornok személyében. Ezt Churchill mondta róla. A nagy ellenfele, Montgomery, szintén szuperlatívuszokban beszélt Rommelről mindig, akit El Alameinnél ugye meg is ver, legyőz Montgomery, bár egy kicsit csorbítja a győzelem jelentőségét, vagy nagyságát az a tény, hogy Rommel nem volt a helyszínen, ugyanis váltólázat kapott, és haza kellett vinni Németországba ápolni, és ez volt az a pillanat, mikor Montgomery meg tudta őt verni. Ezt a Rommelt vetik egy szerencsétlen pécsi rektor szemére, hogy ettől idézett egy mondatot, de ráadásul milyen mondatot? Tehát nem ilyen idézetet nem is találtak volna Rommeltől, de mondjuk, ha mondjuk azt idézték volna, hogy ki kell írtani a zsidókat, akkor megértem a felháborodást. Na de mit idéztek? Ne adj ki olyan parancsot, amit nem tudsz végrehajtani. Ember, most tényleg ez volna a tragédia? Ezért kéne egy rektornak ma lemondani Magyarországon? Teljesen elmebetegek. Egy újabb adalék ahhoz, hogy belássuk, sokszor mondtam már, csak sajnos nap mint nap kapok rá bizonyítékot, a hülyék átvették az uralmat a világban. És hogy ez mennyire így van, akkor nézzünk meg egy másik hírt. Tudják, hogy mit ismerte el szeretve tisztelt Merkel kancellárasszonya minap? Elismerte, hogy hát már pedig Németországban vannak no-go zónák. Egész pontosan azt mondta, hogy Bajorországban nincsenek, de más német tartományokban bizony vannak. Ugye no-go zóna, angol kifejezés, ez a ne menj oda zóna, ahol olyanok a közbiztonsági viszonyok, hogy gyakorlatilag megszűnik az állam fennhatósága. Olyan negyedekről, kerületekről van szó, ahol gyakorlatilag az ott élők a saját törvényeik szerint igazgatják magukat, és ma ez szerte Nyugat-Európában muszlim zónákat jelent. Látják ezeket a képsorokat, elég rossz minőségű, hát persze, hogy rossz minőségű, egy mobiltelefonnal vette föl valaki az utcán. Egy no-go zónát látunk, ahol éppen a helyi fiatalok azzal programot találták ki, hogy megtámadnak és fölgyújtanak egy menetrend szerint közlekedő autóbuszt. Na, ilyen felvételeket ma szerte Nyugat-Európa nagyvárosaiban lehet készíteni. És nem tudom, emlékeznek-e, hogy durván egy évvel ezelőtt micsoda botrány volt abból, hogy Szijjártó Péter külügyminiszter azt találta mondani, hogy Londonban no-go zónák vannak. Emlékeznek erre? Maga a BBC ültetett be a stúdióba, ült ott egy ilyen okos BBC-s csávó, mint most én itt önök előtt, és azt fejtegette, hogy micsoda marha a magyar külügyminiszter, hát Londonban nem voltak, és soha nem is lesznek no-go zónák. Egy
pici probléma volt egyébként az úr fellépésével, mert hogy azelőtt nagyjából egy hónappal mutatta be a BBC azt a saját maga készítette dokumentumfilmet, aminek az volt a címe, hogy a londoni no-go zónák. Jól bemutatták a dokumentumfilmet, aztán jól leszúrták a CIA-tót, hogy hülyeségeket beszél, mert no-go zónák nincsenek. Amúgy semmi más nincs Nyugat-Európában, csak no-go zóna. Brüsszelben, Párizsban, Hamburgban no-go zóna, no-go zóna hátán, muszlim fennhatóság alatt, ahol jószerével már a sharia, a muszlim törvénykezés, a divat, ahol a nyílt utcán összevernek mondjuk nőket, hogyha úgy ítélik meg ottan a helyiek, hogy nem megfelelően van felöltözve. És akkor jön a kancellárasszony, aki, hogy is mondjam, csak hát most már fülig ér a Czóresz neki, és akkor nagy kegyesen elismeri, hogy vannak Németországban dolgozó. Tényleg? Köszi. Ki hitte volna. Eszünkbe se jutott volna ideig, hogy ilyen van. Ami így ráfordulva arra a részre, ami végképp arról szól, hogy az elmebetegek átvették a hatalmat, maradjunk Németországban, szeretve tisztelt német liberálisok törvénytervezettel álltak elő, amely törvénytervezetnek az a lényege, hogy engedélyezzék a poligámiát Németországban. Egész pontosan így szól a hír, Schleswig-Holstein tartományban már a monogámia eltörléséért harcolnak a liberálisok. Németország északi részén található tartományban a liberálisok helyi ifjúsági szervezete azzal a meglepő ötlettel rukkolt elő, hogy legálissá tennék a poligámiát, azaz a többnejűséget. Ugyanis, mondják ők, idézet, nem az állam dolga eldönteni, hogy ki kivel vagy kikkel szeretné leélni az életét. Mit mondjak? Azon próbálok itten elmélkedni magamban, mióta ezt a hírt olvastam, hogy ez vajon annak tudható be, hogy mint a no-go zónák, hogy előzönlötték az országot a muszlimok, és akkor most ideje a többségi társadalmat szép lassan teljes mértékig átnevelni a muzulmán civilizációra, értsd ez alatt például a többnejűséget, avagy inkább arról van szó, hogy ezek a derék liberálisok, akiknek hosszú évtizedek óta, mint tudjuk, végképp elment az eszük, ezek valóban úgy gondolják, hogy a szabadság kiteljesedésének ez is egy lépcsőfoka, hogy akkor most legyen több nejűség. De miért állnánk meg félúton? Hát akkor miért ne vehetnénk el a kutyánkat, vagy a kedvenc macskánkat is feleségül? Miért ne lehetne engedélyezni a zoofíliát? Jegyzem meg egyébként, már vannak nyugaton bizonyos városokban, például Dániában, ilyen típusú nyilvános házak, ahol állatokat lehet bérelni, zárójel bezárva. Belegondoltak, hogy mivé lett a világunk? Mivé lett az a liberalizmus, ami néhány évszázaddal ezelőtt úgy indult világhódító útjára, hogy a nemzetté válás, a nemzetállamok létrejöttének és a polgárságnak volt a csodálatos és nagyszerű ideológiája és filozófiája. És mára, tisztelt hölgyek, urak, ez lett belőle. Poligámia, melegházasság, gender study, 72 féle nemi identitás, 72 féle. Nevethetnénk a dolgon, csak az a szomorú, hogy mégiscsak a mi életünkről van szó. De mi már hagyján, de a gyerekeink és az unokáink életéről van szó. És tényleg egyre inkább az látszik, hogy nincs megállás. Hétről hétre elő fognak állni valamivel, ugyanis ezek kétdimenziós emberekké váltak. A liberalizmus már egy ilyen eltorzult, kétdimenziós vallás lett, amelynek az egyik dimenziója az a szabadság, de a szabadságnak valami teljesen torz értelmezése. Ezek úgy gondolkoznak a szabadságról, hogy az valami olyasmi, amit a maga teljességében sosem fogunk elérni, de
az az életünk célja, hogy törekedjünk rá. Ez az egyik dimenzió. Ebből következik az, hogy több nejűség is klassz, meg az állatokkal való szex is lehetséges. A másik dimenziójuk pedig az én, az egyén, ami az egyetlen entitás, az egyetlen fontos dolog. Ezek közösségben, családban, nemzetben, hazában, országban képtelenek gondolkodni. Csak az egyén az, ami egyszerűen eljut a tudatukig és az inger küszöbükig. Most egy pillanatra gondoljanak bele, hogy milyen világot lehet építeni ebből a két dimenzióból. Egy beteg torz szabadságvágyból és a lehető legnagyobb önzésből, az én, az egyén állandó piedesztára emeléséből. És abba is gondoljanak bele, hogy a normális emberek, akiknek nem ment el az eszük, azok minimum 3 vagy 4 dimenziósak. Hát mondjuk akinek van családja és gyereke, az ugye eleve 3 dimenziós, hiszen az énjét azt rögtön korlátozza egy másik dimenzió, hiszen felelős vagyok valakiért, valakikért. Aki meg még Istenben is hisz, hát az végképp korlátozva van szabadságában is, meg az egyéniségében is, hiszen elismer maga felett egy entitást. És ez egyébként a szabadság kiteljesedésének sokkal szélesebb útját teszi lehetővé, mint ezek a beteg állatok. És hogy hova jutottunk, csak ha már szilveszter van, nem szeretnék nagyon szomorkásokat mondani, legalább a végére hagyd mondjak valami vicceset, márha vicces. Tudják, hogy a svéd parlamentben most éppen miről vitatkoznak? Arról, hogy vezessenek be egy olyan törvényt, amely szerint egy férfinek a szexuális aktus beteljesedése előtt egy írásbeli engedélyt kell kérni a nőtől, de a feleségétől is. Nézek itt egy derék házaspár, a drága uram, én is nős vagyok. Egy pillanatra gondoljon bele, tehát ugye gyakorlati problémáim vannak az ügyel. Elképzelem, ahogy éppen nekifogunk ugye otthon, szeretni egymást. És akkor egy adott pillanatban a szerelem ittas hangon, kicsit suttogva odafordulok a nejemhez, hogy ne haragudj drágám, de mielőtt tovább lépnék, megtennéd, hogy itt ezt a kis nyilatkozatot aláírod, hogy teljesen szabad akaratodból történik mindez. És akkor ő aláírja. De szerintem itt nem tudunk megállni, mert a papír alapú ügyintézés az idejét múlt, tehát valószínűleg az lesz a jövő útja Svédországban, hogy a jegyzett füzeteket kidobjuk a hálószobából, és majd az ügyfélkapun be kell jelentkeznünk. És akkor azt mondja, drágám, ne haragudj, nagyon jó, eddig minden simán ment, de most kicsit belépek az ügyfélkapun. Mi is a jelszó, édes? Igen. Na akkor most elektronikusan tedd már meg, hogy aláírod ezt a kis nyilatkozatot. Nézem az urat, maga is érzi, hogy ez egy kicsit macerás. Macerás lesz a buli. Ritkán fogjuk egymást szeretni. Viszont ha ezek után sikerülni fog, a nyilatkozat aláírása után, akkor büszkén elmondhatjuk magunkra, hogy mi igazi férfiak vagyunk. Aki ezek után teljesít, le a kalappal. No, hát némi jókedvet azért sikerült látom varázsolnom, és ennek tudatában atyai mentorom és kedves, talán mondhatom így barátom, Csurka István mondta nekem, hogy van a magyar irodalomban 10 olyan vers csatahajó, aminélkül nincs is magyar költészet. Ebből az egyik József Attila Eszmélet című verse, ahol egyebek mellett ezt olvashatjuk, hogy akár egy halom hasított fa hever egymáson a világ. Szorítja, nyomja, összefogja egyik dolog a másikát, s így mindenig determinált. Csak ami nincs, annak van bokra. Csak ami lesz, az a virág. Ami van, széthull darabokra. Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, ha valamiben biztosak lehetünk, az ez a József Attilai üzenet, hogy ami van, széthull darabokra. Ez a beteg, liberális világ szét fog hullani darabokra, és ez egyszerre tragédia, de egyszerre
remény is a mi számunkra. Eddig tartott az első rész, nagyon messzire ne menjenek, mert a második részben Kövér László lesz a vendégem, vele fogok beszélgetni. Folytatjuk az adást. Vendégem a stúdióban Kövér László, az országgyűlés elnöke. Szerbusz, jó estét kívánok! Szerbusz, jó estét kívánok! Elnök úr, ha már szilveszter van, ugye óhatatlanul felmerül, hogy valamilyen módon próbáljuk összegezni a mögöttünk hagyott évet. Nem fogok olyasmire vetemedni, hogy összegezzük az évet. De azt azért csak így egy ilyen első impresszióként hagyj kérdezzem meg, hogy szerinted 100 év elteltével, ha a krónikák majd megemlékeznek 2017-ről, hogy fognak megemlékezni? Vegyük először a magyar krónikákat. Ez egy jó év volt, vagy egy szörnyű év volt? Az aranylapokra kerül, vagy a fekete lapokra? Hát kezdjük ott, hogyha lesz még 100 év múlva, aki ilyen krónikákat ír, és aki ezeket figyelemre is méltatja, akkor egészen biztosan ez egy jó év lesz, illetve egy olyan korszak lesz, amelyikben ez az év beleilleszkedik, amelyik Magyarország és talán Európa szempontjából is egy fordulópontnak lesz tekinthető, és egy jó irányba tett fordulópontnak lesz majd tekinthető. Amennyiben nem lesz, már úgy értem 100 év múlva ilyen krónika, illetve aki ezt megírja, megolvassa, akkor az pedig azt jelenti, hogy amiben most vagyunk, az a átmeneti korszak, az a küzdelem, ami zajlik, az sikertelenül ért véget, mind Magyarország, mind pedig Európa számára, és ezért van az, hogy nem lesz majd 100 év múlva, aki ilyen krónikákat írjon. Végül is a válaszban benne volt a második felteendő kérdésemre is a válasz, hogy milyen év volt ez Európa számára, de akkor próbáljunk meg egy kicsit pontosítani, hogy ez a bizonyos harc, ami zajlik, ez kik és mik között zajlik? Nem olyan egyszerű felismerni azt, hogy mi az a kontextus, amiben élünk, a mindennapi egzisztenciális, meg politikai küzdelmeinket vívjuk, egyszerű választópolgártól kezdve egészen a miniszterelnökig, tehát nekünk is ez egy tanulási folyamat volt. 2010-ben nem feltétlenül értettünk mindent, amit akkor kénytelenek voltunk elviselni. Másodszorban pedig nem elég, vagy nem könnyű megnevezni sem. Tehát az ember oltatlanul ózkodik a nagyon súlyos, teátrális, patetikus megfogalmazásoktól. Részben habitusbéli okokból, részben pedig könnyen rásütik az emberre, hogy bigott, hogy összeesküvés elméleteket gyárt, hogy nincs ki a négy kereke, stb. Tehát lépésről lépésre, ahogy az ember kiokosodik, tehát egyre több összefüggést lát, illetve ahogy az emberek többsége is kiokosodik és látja ezeket az összefüggéseket, úgy lehet egyre bátrabban beszélni mindarról, ami körülvesz bennünket. Szerintem, ami Magyarországon zajlik 2010 óta, az nem csak Magyarország sorsát befolyásolja immáron, és a túlzó ellenreakciók, a túlságosan is durvának és értelmetlennek tűnő támadásokat is visszamenőleg az indokolja, hogy mások ezt pontosan látták. Magyarország egy olyan precedenst teremtett Európában, amely megakadályozta annak a tervnek a végrehajtását, amit nevezhetünk egyébként soros tervnek is, meg minden másnak is, ami végső soron arról szólt, hogy hogyan lehet a 28 tagállamból, amelyek őrzik a nemzeti szuverenitásukat, megpróbálják a nemzeti kultúrájukat is, hagyományaikat őrizni, hogyan lehet egy egységes masszát gyúrni a lakosságából, a politikusaiból, és hogyan lehet ezt egy központból irányítani,
egy nem túlságosan távoli jövőben, és ezt Schulz elvtárs volt, hogy szíves őszintén az elmúlt néhány hétben nyilvánosan is Európai Egyesült Államoknak az erre vonatkozó tervnek elkeresztelni. Tehát ha leegyszerűsíteném azt, ami most zajlik, akkor arról van szó, hogy hogyan lehet felszámolni azt Magyarországot magyar államként, hogyan lehet Európát felszámolni európai civilizáció kontinenseként, hogyan lehet egyáltalán az embert felszámolni abban az értelemben, ahogy több ezer éve itt Európában, meg 2000 éve, amióta a kereszténység létezik, maga is létezik. Ebből viszont azonnal következik, hogy nem lehet csak akkor, ha ezt a tömegek, a társadalmak szintén akarják, vagy hagyják. És akkor ebből pedig következik a másik kérdés, hogy ugye két francia történész, Duby és Jacques Le Goff, aki a mentalitás történet atyaként szoktak emlegetni, akik azt mondják, hogy ha meg akarsz egy kort ismerni, akkor semmiképpen se azzal kezd, hogy elolvasod a hivatalos történelem könyveket, hanem szállj le annak a kornak a lelkébe, és ismerd meg a néplelket, mert a sokkal többet el fog mondani. Na, akkor feltételezve, hogy 100 év múlva lesz valaki, aki ezzel foglalkozik, és leszáll ebbe az európai néplélekbe, mit fogod találni? Van még egyáltalán európai néplélek? Hát megítélésem szerint van, és talán még egy kicsit erősebb is, mint amilyennek látszik, illetve pláne van benne olyan tartalék, ami újra erőssé teheti, de azért ezek a tartalékok nagyon a végüket járják. Tehát én azt gondolom, hogy az a fajta kicsit racionalista megközelítés, amit mi magunk is alkalmazunk, miközben éppen azokkal szemben küzdünk, akik mindent a ráció alapján próbálnak meg leírni és igazolni, meg a jövőre vonatkozóan mindent megtervezni. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ez így nem mehet tovább. Tehát annyira abszurd, ami zajlik, annyira idióta az, aki velünk szemben áll, hogy hát nem igaz, hogy nem látják az emberek, hogy mi zajlik. Az emberek látják, csak részben nem tulajdonítanak neki különösebben nagy jelentőséget, részben éppen azért, mert hát annyira hülyeség, amit mondanak itt Európáról, a társadalmi nemekről, a no nations, no borders, meg elszosoló baromságokkal kapcsolatban, amiket újabban már nyíltan mernek hirdetni, és politikai programot próbálnak belőle csinálni. Szóval annyira idiótának tűnik ez az egész banda, hogy a normális ember úgy érzi, hogy az méltóságon alatti, hogy ezzel foglalkoznak. Divat, bolonlubó, bolonszép, új, majd egy következő pillanatban, mintha mi sem történt volna, eltűnik az életünkből, de ez egy tévedés. Illetve akik pedig kinyitják a szájukat, vagy akik pedig küzdenek a saját közösségi, meg egyéni önazonosságukért, azok pedig hirtelen olyan jelenségekkel találják szembe magukat Európa nyugati felében, amit mi itt a 70-es, 80-as években a kommunistákkal szemben tapasztaltunk meg. Tehát az embert figyelmeztetik, az ember egzisztenciális hátrányokat kénytelen elszenvedni, azt látja, hogy a televízióban, rádióban, újságokban nem az a világ van, nem az a világkép köszön vissza, mint amit ő maga körül lát. Ez el is bizonytalanítja, hogy vajon ő látja-e jól vagy rosszul. Tehát summa-summarum azért sem nagyon érzik az emberek úgy, hogy most, amikor még megvan az kellő erőnk, hogy ezt megtehessük, hogy föl kéne lépni a saját kulturális felszámolásunkkal szemben, mert igazániból az kényelmetlen. És szerintem Európa keleti fele az ebben az értelemben még jobb állapotban van, mint Európa nyugati fele. Ott már részben a mi segítségünkkel, elnézést kérek a nagyképű megfogalmazásért, nem beszélve a jóisten csodájáról, hogy ott a folyamatokat visszavoríthassuk. Igen, abból, amit elmondtál, az a félelem következik, hogy ugye Ionescu, aki mégiscsak az abszurd dráma atya, zárójelben jegyzem meg, nem véletlen, hogy román származású, hát ki más lehetne, az abszurd dráma atya, mint egy román. Ugye ő mondta élete alkonyán, hogy megszűnt az abszurd, ugyanis a normális lett az abszurd, mint hogyha ez most válna hát apró pénzé. Szegény, mit tudott ő az életről? Mit tudott ő az igaz? Így van, mit tudott ő? Most föltávadta Jézus Mária. Hol voltunk még a genderizmustól például, csak egy példát mondjak. Így van. Említetted, hogy Közép- és Kelet-Európa jobb állapotban van, mint a Nyugat.
és ez nekem is régi mániám, nem titok. Én erre a magyarázatot abban vélem megtalálni, nem biztos, hogy igazam van. Számomra most szokott értelmet nyerni az a talányos mondat a Bibliából, tele van a Biblia talányos mondatokkal. Az egyik ilyen, hogy megpróbálja az Úr azt, akit szeret. És én ezt a éles különbséget Közép-Kelet és Nyugat-Európa között, ami ma megfigyelhető, az pont úgy vélem megmagyarázni, hogy most nyer értelmet, hogy mi a II. Világháború után 40 évig a rosszabbik felén éltünk Európának. Ugyanis nem adatott meg nekünk az elhűlés kegyelme. Luxusa. Inkább luxus nem mondanám. Tehát minket megpróbált az Úr, mert szeret, és most legalább az önfenntartási ösztönünket meghagyta, ami oda át meg már úgy tűnik, mintha nem lenne. Ezt én is így látom, de ez kicsibe működött mondjuk az erdélyi magyarok és az anyországi magyarok viszonylatában is. Hát emlékezzünk rá, amikor a 90-es évek elején ugye először tömegesen megindult a két nemzetrész közötti kommunikáció, és rácsodálkoztak anyországi magyarok az erdélyekre, hogy mennyivel hát jobb magyaroknak tűnnek, mint amilyenek mi vagyunk, és bizonyos szempontból ez a kicsit naív elfogultságot is tükröző megítélés azért hordozott némi igazságtartalmat, aminek az volt a háttere, hogy a Ceausescu rendszer Bornél terrorjában az embereknek nem nagyon volt más választási lehetőségük, mint hogy összekapaszkodtak, próbálták a közösségeiket megtartani, hogy a közösségeik is valamilyen szinten védelmet nyújtsanak a számukra. Ezért sokkal inkább erősen kötődtek a hitükhöz, a nemzetükhöz, az anyaország ideájához, nevezzük annak egyáltalán a magyar nemzethez, mint közösséghez, mint amennyire ezt mi megtehettük, mert nekünk nem volt probléma, hogy megtartsuk a saját magyarságunkat, és miután nem volt probléma, ezért sokkal kevésbé kötöttünk hozzá, mint ők. Igen, ezt úgy is meg lehet fogalmazni, és ez a rendszerváltás környékére a valós tömeges kommunikáció megindulásának időszakára igaz, hogy mindkét fél részéről csalódás volt. Mi anyaországiak pozitívan csalódtunk, hogy Úristen, mennyivel jobbak nálunk, ők pedig szegények, akik 40 évet úgy vészeltek át, hogy valamit gondoltak az anyaországról, ők valószínűleg negatív értelemben csalódtak. Az imént szóba került az, hogy fellépni az abszurd, az elmebeteg, az elviselhetetlenség ellen, az olyan kényelmetlen, és úgy kizökkenti az embert a komfortzónájából. Egyetlen konkrét ügyre rákérdezve. Ugye Brüsszel megindította a lengyelek ellen ezt a bizonyos hetes cikkely szerinti eljárást, amit a sajtó már jó régen elnevezett az atombombának. Ledobták Lengyelországra a brüsszeli atombombát, amelynek ugye az lehet a vége elméletileg, hogy megvonják az adott tagállam szavazati jogát. Ugye nem fogjuk fontosabbnak tartani mi magyarok, mint ország, mint állam és mint tagállam a kényelmi zónánkat annál, mint sem, hogy megakadályozzuk ezt. Hát annál is inkább, így gondolom én is, mert nem Lengyelországról van szó mindössze. Tehát Lengyelországról, aztán Magyarországról, illetve általában a külön vélemény föntartásának a jogáról, a különbözőség jogáról. Tehát, és Közép-Európáról is. Tehát én nem csak abban vagyok biztos, hogy Magyarország ki fog állni Lengyelország mellett, mint hogy egyébként ezt hivatalosan már be is jelentettük, vagy nem hivatalosan, de miniszterelnök úrtól épp úgy, mint más kormánytagoktól ez már elhangzott, hanem én abban is bízom, hogy a volt szocialista országok, amelyek most itt közép-európai országokként említhetők, ideértve még akár az új osztrák kormányt is, vagy az osztrák kormány által vezetett nyugati szomszédunkat, rájönnek arra, hogy itt nem arról van szó, hogy valóságosan sérelem érte volna, pláne tartósan és súlyosan a lengyel jogállamiságot, zárójelbe jegyzem meg, sehol nincsen definiálva, hogy ez pontosan mit is jelent, vagy a lengyel demokráciát, hanem arról van szó, hogy vannak, akik látszólag ideológiai elfogultságuktól vezettetve meg akarják szabni másoknak, főleg nekünk,
kicsit lenézett, másodrangú, potenciális gyarmati sorba szánt országoknak, hogy hogyan és miképpen kell viselkedni. És én abban bízom, hogy ez a folyamat ez nagyon hamar el fog akadni, tehát nem jut el addig, ameddig majd a vétó jelenti ennek a folyamatnak a végét, hanem valahol ott megakad, ahol a tagállamok négyötödének az egyetértésével lehet ezt a folyamatot továbbvinni egy második szakaszban. Akkor már ott elakad. Én ebben bízom, tehát az elegendő a balti országoknak, Szlovéniának, Horvátországnak, a visegrádi négyeknek, Romániának az ellenkezése, ellenszavazata. Itt óriási nyomásnak leszünk majd kitéve, lesznek kitéve, és azért ne becsüljük le ennek a súlyát. Mi a magunk 10 milliós lakosságával és gazdasági potenciájával nem vagyunk a gyenge országok között. Ha nem úgy lesz, ahogy én remélem, akkor majd gondolkodjunk azoknak a balti államoknak, a politikusainak, meg polgárainak a fejével, akik számára az oroszok árnyékában, az orosz fenyegetés árnyékában a biztonság az egyetlen legfontosabb nemzeti szempont, minden más ehhez képest alárendelhető. Tehát ha mégsem így lesz, akkor természetesen... Nekik ez lesz a magyarázat. Nekik ez lesz, és én ezt meg is értem, de mondjuk például a kukáért remélem, hogy például hogy románok, román politikusok Bukarestben a saját bőrükön most már végre megértették, hogy miről szól ez az egész történet. Tehát ami Romániában zajlik, ahogy gyakorlatilag egy legitim, független államot szinte atomjaira vernek szét, a korrupció elleni harc ürügyén, meg az igazságszolgáltatás függetlenségének az ürügyén, azért az tulajdonképpen ugyanebben a folyamatban, amiről beszélünk, beleilleszthető. Az, ami zajlik Csehországban, kezdve a egyel korábbi, tehát nem a most leköszönt, hanem az azt megelőző Petr Nečas féle jobb-közép kormánynak a megbuktatásával, ahol szintén a magát függetlennek mondó igazságszolgáltatás, ügyészség, nyomozóhatóság rontott be ott a miniszterelnöki hivatalba mindenféle korrupciós és egyéb hatalommal visszaélésről szóló vádakkal hadonászva, azóta sem tudunk egyetlen befejezett perről, vagy sőt, még megkezdett perről sem. Is, most megint választott Csehország magának egy miniszterelnököt. Micsoda véletlen, már ismételten büntető eljárások indulnak ellene, tehát azért, hogy mondjam, talán nem kell túlságosan informáltnak, vagy nem kell vájtfülűnek lenni ahhoz, hogy az ember itt meglássa, meghallja azokat az összefüggéseket, amelyek azért itt léteznek, és amelyek tulajdonképpen arról szólnak, hogy nem is csak ezt a térséget kell Európa centruma alá rendelni, egyfajta ilyen posztkoloniális alávetett perifériát, hanem Európát is egy olyan világhatalmi játszmában kell végre egy másodrendű szerepre degradálni, amiben tudja, hogy mi a dolga és mi a teendője. Most hadd ne fejtsem ezt ki, mert azt hiszem az időnket meghaladja. Meg amúgy is sejtjük. Igen, 4 perc maradt durván, úgyhogy sok időnk nincs, és ha már szilveszter van, akkor kicsit hagyd legyek könnyedebb belpolitikára térve. Ugye 3 hónap múlva durván választás lesz. Van egy ellenzék, ami olyan, amilyen. Hadd kezdjem ennek az ellenzéknek a hátsó felénél. Vona Gábor nemrégiben azt nyilatkozta, hogy az ő irányváltását az annyira zseniális, hogy azt majd politológus hallgatóknak fogják nem sokára oktatni. Ebben biztos vagyok. Az utóbbi felében az állításnak úgy értem. A kérdésem arra vonatkozik, kicsit visszatérve a beszélgetés legelejére, ha lesz 100 év múlva, aki könyvet írt 17-ről, be fog kerülni volna Gábor? Be. A legutolsó az embereknek is járta a történelemkönyvekben legalább egy lábjegyzet, egy csillaggal megjelölt apróbetűs lábjegyzet, tehát volna Gábor is be fog kerülni, de azt hiszem csak egy sötét lábjegyzeteként a magyar történelemnek. És ez a bizonyos irányváltás, amiről azt mondtad, hogy biztos vagy benne, hogy tanítani fogják? Hát, hogy hogyan nem szabad a politológus hallgatóknak, a szűk érdeklődő körnek, szakmai körnek, hogy hogyan lehet szétverni egy szép reményű pártot. Most természetesen megint ne elemezzük a Jobbik sikerének a motivumait, hogy hogyan, milyen bázisra alapozva, miért ért el relatív sikereket 2 választáson, hanem
arra koncentráljunk csak, hogy milyen ostoba az a felfúvalkodott politikus, aki azt gondolja, hogy a választókkal mindent meg lehet csinálni. Aki össze-vissza rángatja a saját pártját, és ezt még tulajdonképpen azt gondolja, talán Gyurcsány példáját félreértve, hogy az őszintesség az pozitív megítélés alá esik, vagy erényként fog majd a választóknál adba esni. Tehát amikor azt mondja, hogy eladta a párt lelkét, tehát ő vette el, pontosabban ő adta és ő vette el a párt lelkét, hogy ettől a választók meg fognak könnyekig hatódni, és azt mondják, hogy hát akkor tulajdonképpen ez az ember éppen alkalmas arra, hogy Magyarországot vezesse. Igen, és pont egy ilyen embert keresünk arra, hogy Magyarország első ember legyen, és megküzdjön mindazokkal a kihívásokkal, amelyek itt dörömbölnek a kapunkon. És akkor elhangzott a kulcsnév, akivel be is fogjuk fejezni. Nézvén az ellenzék bal oldalát, kimondhatjuk, hogy Gyurcsány Ferenc visszavette az irányítást a magyarországi baloldal felett, és mindenre van másfél percet. Ki? Persze, természetesen. Nem is kell hozzá másfél perc, tehát evidens. Tehát Gyurcsány Ferencnél romlottabb, gonoszabb, alkalmatlanabb, és az építésre való alkalmasság tekintetében tehetségtelen politikust nem nagyon hordott a hátán a föld, de hát akár Szálasit, akár Rákosit nyugodtan hozhatjuk vele párhuzamba. Károlyt azért nem, mert ez egy tutyi-mutyi szerencsétlen, nagyon kártékony, de alapvetően egy szerencsétlen, és rossz indulatú is, de mégiscsak egy tehetségtelen ember volt Gyurcsány Ferenchez képest. Tehát a Gyurcsány a gonoszságban, a rombolásban, a manipulációban, a mások tönkretételében tehetséges, tönkretette a baloldalt, most másodszor teszi tönkre azáltal, hogy visszajön és maga alá gyűri azokat a percemberkéket, akik ma az MSZP-ben vannak, hát a Jobbikban, bocsánat, a Demokratikus Koalícióban. Úgy is jó, persze. Úgy is jó, igen. De nem volt véletlen az elszólás. A Demokratikus Koalícióban egyébként is csak őt tudja az ember megnevezni, mert még a többi politikus hozzá képest is jelentéktelen, és alkalmatlan bármilyen politikai tevékenységre. Ez nagy baj az ország szempontjából, tehát én nem győzöm hangsúlyozni, hogy rövid távon ez nekünk talán jó, hiszen nem kell arra sok időt, energiát fecserélni, hogy emlékeztessük az ország közvéleményét majd a választási kampányban, hogy mi történt 2010 előtt, nehogy véletlenül elfelejtse, hogy honnan indultunk. Tehát lehet, hogy az rövid távon a Fidesznek politikai haszonnal is tud járni, de az, hogy az ország politikai elitje, politikai közvéleménye ezt a gonosztevőt nem tudta 8 év után sem kivetni magából, nem tudta letakarítani a porondról, az bizonyos, hát, hogy mondjam, betegségét, defektusát mutatja számomra a közéletünknek, tehát én akkor lennék igazán, akkor örülnék igazán, hogyha ez az ember oda kerülne, ahova való. Sajnos neki egy vastagabb lábjegyzet jut majd a történelemkönyvben, mint Vona Gábornak, mert ő azért egyelőre még Vona Gábor, ne tartsuk vele egyenrangúnak, tehát ő azért sokkal nagyobb károkat okozott ennek az országnak a politikájával, és okozott az elmúlt 8 évben is a puszta jelenlétével. Elnök úr, ezek után nincs más tisztem, mint hogy boldog új esztendőt kívánjak, és köszönöm, hogy itt volt. Dacára ennek a nem túlságosan jó hangulatú beszélgetésnek én azt gondolom, hogy a jövő esztendőnk, ha vigyázzunk az értékeinkre, és hajlandók vagyunk megküzdeni értük, és mindenki megteszi a dolgát a következő néhány hónapban, meg aztán a választás napján is, akkor szerintem egy szép és nyugodt, jó, békés, építkező új esztendőnk lesz, ami reményénk szerint egy korszaknak egy újabb, nagyon fontos állomása lesz. Gondolom, hogy csak akkor tudjuk a 18 tavaszát elrontani, ha már most elhisszük, hogy megnyertük a választást, úgyhogy ettől óvnék mindenkit. Így van. Köszönjük szépen a figyelmet, mindenkinek boldog új esztendőt kívánok, egy hét múlva a szokott időben találkozunk, a viszontlátásra. Mondtam már ebben az adásban, hogy kretén barom állat?
mert nem szeretném semmiképpen se elfelejteni.